van Isten erre, és az elhagyatottra Istennek mindig gondja lesz. Fehér Anna vagyok, a Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthonának, óvoda általános iskolának az igazgatója. Gyógypedagógus és hitoktató vagyok. Én 68. november 1 óta dolgozom a látássérültek területén, először a Vakok Állami Intézetében, majd a Vakok Szövetségében dolgoztam 7 évig, és utána a Vakok Általános Iskolájában tanítottam, és ott láttam azt a problémát, hogy az oktatásból kiszorulnak azok a látásmozgássérült gyerekek, akiket az iskola nem tud ellátni, mert nem akadálymentes a Vakok iskolája, és így 82-ben egy egyházi intézményt hoztunk létre Lékai Bíboros úr segítségével a Batthyány téren, pici intézmény volt, 113 négyzetméteren, két alaksori lakásban kezdtük el a szolgálatot 1982. szeptemberében. Akkor még, mint egyházi intézmény nem kaphattunk oktatásra jogosultságot, tehát ápoló-gondozó otthonként működtünk, és a gyerekeink a Vakok iskolájának voltak a magántanulói. Majd az igény egyre inkább jelentkezett, és akkor kerestünk helyet a bővítésre, és a fővárosi önkormányzattól kaptuk meg ezt az ingatlant, amiben most jelenleg is vagyunk. Romos állapotban, használatba kapta az intézmény, minden ellenszolgáltatás nélkül, és hát ezt az épületet fel kellett újítani teljes egészében, és itt már több gyereket tudtunk fogadni, de még továbbra is gyermekotthon kategóriában voltunk, és amikor a vallás és lelkiismereti szabadságról szóló törvény megjelent, akkor alakultunk oktatási intézményé, tehát fogyatékos gyermekek otthona, illetve most már úgy fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek nappali ellátása, óvoda, általános iskola és gyermekvédelmi feladat az, amiket jelenleg ellátunk. Közben bővültünk egy másik épülettel 94-ben, és most tavaly, illetve ez évben került átadásra a harmadik épület, ahol a 18 éven felüli fiatalok kaptak helyet. Nem eszünk ezt a nyepürét? Hát most nem. Majd lehet, hogy valamikor eszünk, de most nem. És én tudja, nagyon szeretek enni.
Ezt egyébként csinálhatunk a tankonyába, az iskolába. Mondja, mondja. Van a nővér, ha rájönnek, megérnénk, hogy jöjjön be és dinerünk. Van a nővér. Meg a Fábia nagy is hozott szaloncukrot, mennél lesz, ez jó? Ezt a mondulatot. Rámen! Ó, Mátyás, csak nem! Rinta! Nem mondod komolyan, hogy rámen? Ó, hát ez fantasztikus, de még egy csomó van, ami még nem Téni mesét, mikor hallgatunk kezdeni? Mi lesz? Mit szeretném, Marci? Téni mesét? Majd fogjuk azt is, jó? Mikor? Téni mesét? Ma hallgassunk? Szerintem 10 óra után lehet, hogy lesz rá idő, jó? Milyen téni mese van? Hát még van egy pár, amit még nem hallgattunk. De választatsz olyat is, ami már volt, jó? De, hogy én mikor kaptam az első inspirációt arra, hogy sérültekkel foglalkoznom, ez szerintem gyerekkoromban kezdődött. A szomszédunkban lakott egy Down-szindrómás kisfiú, és hát ő már nagyfiú volt hozzánk képest, de mégis a mi szintünkön volt, és így mindig nagyon szívesen játszottunk vele. Tehát nekünk föl se tűnt, hogy ő más, mint mi vagyunk, és nagyon szerettük. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos volt, hogy a gyerekkoromban megtapasztaltam, hogy nem, tehát hogy nem hogy elfogadjam, hanem tényleg észre se vegyem a különbséget, hogy ő valami miatt más. És hát aztán később igazából gimnazista koromban döntöttem úgy, hogy én mindenképpen olyan hivatást szeretnék választani, ami segítség az más embernek, tehát hogy valami mindenképpen segíteni szerettem volna, és így aztán a Pető Intézetbe jelentkeztem, oda jártam 4 évig, azt elvégeztem, aztán utána sokfelé dolgoztam, most itt ebben az iskolában 8. éve dolgozom, és hát hogy miért fontos ez a munka, igazából én sokszor, vagyis egyre jobban úgy érzem, hogy inkább a gyerekek adnak nekünk nagyon sokat. Tehát az, amit mi tudunk tenni, az is nagyon fontos nyilván, meg a családoknak is, meg a gyerekek életkörülményeit is valamennyire próbáljuk javítani, de mégis úgy érzem, hogy ők adnak nekünk nagyon sokat a, hát nehéz ezt megfogalmazni, a lényükkel, tehát avval, amilyenek ők. Tehát, hogy igazából az a tisztasság, ami bennük van, tehát az a, ami tényleg azt lehet mondani, hogy már egy épp kisgyerekben sincsen, tehát már egy épp gyereket is mindenféle külső dolog megfertőz a világból, őket meg egyáltalán nem. Tehát ők akárhány évesek is, nincsen semmiféle hátsó szándékuk, ha valakit szeretnek, akkor tényleg szeretik, nincsen semmi érdekük ebben, semmi önzés nem kapcsolódik ehhez. És én igazából ezért szeretek itt dolgozni, mert ez a tehát egyszerűen nekem jó. Tehát, hogy bejövök, hogyha fölkelek reggel és rossz kedvem van és nincs kedvem semmihez, akkor is ha bejövök és velük vagyok 5 percig, már egy teljesen más világba kerülök át és földobódok, jó kedvem lesz és egyszerűen ezzel nagyon sokan így vannak itt nálunk is, és idegeneken is ezt látjuk, hogy jönnek hozzánk gimnazista gyerekek, van ez a szociális gyakorlat, amit gimnazisták csinálnak, hogy ők is idejönnek, akár olyanok, akik soha életükben nem találkoztak még sérült gyerekkel, belépnek az ajtón, és egy fél óra múlva egyszerűen nem szabadulnak, de ezt ti is tapasztaltátok, hogy tényleg 1 perc múlva a gyerekek bevonnak. És ezt tényleg csak úgy tudja megtapasztalni az ember, hogyha eljön, meg találkozik velük. Tehát, hogyha hogy közel kerül, és ez nagyon gyorsan működik, onnantól kezdve szinte egy ilyen rabság, hogy az ember nem is tud tőlük elválni, vagy nem tud tőlük elmenni, vagy nekem is vannak olyan gyerekek, akikkel régen foglalkoztam, de még mindig tartjuk a kapcsolatot, hívogatnak, beszélünk, nekem is hiányzik, meg nyilván én is neki. Tehát, hogy igazából én szerintem nekem ez a legfontosabb ebben a munkában, hogy nekem ad nagyon sokat. Figyelj,
Az intézményben jelenleg 66 gyermek, illetve fiatal él, akik közül 17-en gyermekvédelmi kötelékben vannak, és hát itt a család őket nem látogatja, mi pótoljuk a családi hátteret, amennyiben ez lehetséges, és amennyiben a munkatársaknak erre van idejük, energiájuk, hozzáállásuk. A gond még az, hogy nincsenek olyan szakképzett emberek, akik kifejezetten a fogyatékos személyek gondozására vannak, és hát ez kicsit megnehezíti a mindennapi problémánkat, de próbáljuk az ő mindennapi fejlesztésüket biztosítani, hogy szinten maradjanak úgy mozgásban, mint mentálisan, és hát próbálunk olyan teljes körű ellátást biztosítani számukra, amit igazából a családoknak kellene, de hát ők nem tudják felvállalni, mert ahol vidéken, településeken, különböző településeken laknak, ott nem megoldott akár a mozgásfejlesztésük, akár az oktatásuk, akár az értelmi szinten tartásuk, és hát ezért kénytelenek intézménybe helyezni a gyermekeket, hogy ezt az ellátást megkapják, és a távolságok miatt pedig hát elég ritkán mennek haza, meg egyre nehezebben tudnak beilleszkedni az intézményből a család életébe, és ezért nekünk kell, ezért is otthon az ott intézményünk neve, mert otthonként szeretnénk pótolni mindazt a szeretetet, ami a családból hiányzik. Az ilyen intézményeknek szerintem azért fontos a működése, mert nagyon sok olyan segítséget nyújtunk a családoknak, amik szóban sokszor ki nem fejezhetők. Onnantól kezdve, hogy megszületik egy ilyen halmozottan sérült gyermek, a szülők sok esetben semmilyen mentális segítséget nem kapnak ennek a tehernek a feldolgozásához. Arról nem is beszélve, hogy mind anyagilag, mind az egész család kirekesztődik a társadalomból, hiszen egy ilyen gyerekkel sokkal nehezebb játszótérre járni, sokkal nehezebb egyáltalán kimozdulni, vagy a napi életet megszervezni. Azt tapasztaljuk, hogy emiatt mi egy bizonyos életkor után besokalnak a szülők, és azért is választanak egy bentlakásos intézményt, hogy a családnak, az épp testvéreknek a közössége egy picit normálisabb életet tudjon élni. Nagyon fontos, mert nagyon sok szülő egyszerűen nem bír ezzel a teherrel. Nem bírnak vele boldogulni, és nem csak fizikálisan adunk sokszor segítséget, hanem beszélgetésekkel, otthoni tanácsadással, fogadóórákkal, nyílt napokkal próbáljuk őket a saját gyerekükhöz való kapcsolattartásban segíteni. Olyat nem hallgattam? Azt még nem hallgattuk, de meghallgatjuk, hogyha ez zongizod, jó? Hékásos? A hékásos, meghallgatjuk. Az ki meséli? Makai Margit. Makai Margit? Igen. Ő is meghalt, szerintem? Hát szerintem igen. Hát szerintem minden színész meghalt. Hát aki már idős. Az meghal már. Na Marcus, elzongorázod akkor? Makar Márki, ő mondja a mesét. Egyet elzongizol. Ő mondja, Makar Márki. Gyere, jó? Egyet zongizunk kell, jó? Csak egyetlen egyet, és utána visszajössz és meghallgatod a mesét, jó? Márki, Márki sab. Igen, Makai. Jó? Na gyere. Utána visszajöhetsz a papírokhoz, jó? Hogy előbb elpakolsz? Előbb elrakod? Jó, pakoljál el, és utána. Márki, Márki is mese, az szép esztelmény. Az nagyon. Thank you.
szépen, Márcika. Köszönjük. Nagyon rendben. Köszönjük ezt a néni. Köszönjük, jó? Köszönjük. Mi annak idején egész Kárpátaljáról költöztünk át, települtünk át, hogy a gyermekeink óvodába tudjanak járni. Először Debrecenbe települtünk le, és aztán, amikor iskola kötelesek lettünk, akkor lettek a lányaink, akkor költöztünk fel ide Budapestre, és kimondottan ezért az iskoláért, ezért az intézményért, mert Debrecenbe például nem volt megoldott a halmozottan sérült gyermekemnek az ellátása, egy elfekvő intézetbe kerülhetett volna be 7 évesen. Ezekkel a gyerekekkel nem csak foglalkozásokat tartunk, hanem a mindennapjaik szerves része lehetünk, hiszen velük étkezünk, fürdetjük őket. A gondozási tevékenységekbe is belefolyhat az a szakmai munkánk, amit mondjuk foglalkozások keretében gyakorolunk és tanulunk. Sokkal szorosabb a kapcsolatunk a gyerekekkel, hiszen nagyon családias jellegű egy ilyen bentlakásos intézmény. Sok gyerek számára ez a család? Én azt gondolom, hogy sok gyerek számára ez a család, hiszen ha megnézzük, nagyon sok olyan gyerekünk van, aki csak 2 hetente megy haza. Akkor 2 napot tölt otthon és 12 napot nálunk. Sokkal több időt tölt mondjuk mennyiségben velem, vagy bármelyik más gondozóval, mint mondjuk a saját édesanyjával, vagy édesapjával. Biztos nagyon nehéz a családoknak, hogy ez így alakul, de próbáljuk mi is pótolni ezt, hogy milyen lehet egy anya, milyen lehet egy apa. Sok szeretettel, tényleg egy olyan helyzetben élünk itt sok esetben, mint egy család. Van, hogy együtt főzőcskézünk, együtt eszünk, együtt hallgatunk zenét, van olyan, hogy együtt pihenünk, együtt játszunk, ami nekünk is egy picit leengedés, vagy máshogy nem tudom megfogalmazni. Ami számunkra, ami családunk számára magát a mindennapi gondoknak a terhét veszi le a vállunkról olyan szinten, hogy mi egy 5 gyermekes család vagyunk, ebből a 2 első szülött gyermekünk egyik Erpár, Kitty és Kinga, ők halmozottan sérültek. A Kinga, ő kezdte itt először az iskoláját 7 évesen, most ők 24 évesek, úgyhogy még 1999-ben kerültünk ide ebbe az otthonba, és azóta vagyunk itt, és jár ide, és ez nagyon-nagyon nagy segítség a mi számunkra, hogy reggel elhozzuk őket, délután hazavisszük, és most már ugye felépült az új épület, amiért évek óta imádkoztunk ezért a lehetőségért, hogy ez létrejöjjön azoknak a gyermekeknek a számára, akik felnőttek, és kikerültek a tankötelezettségből, és nincs megoldva a mindennapi gondozásuk, mindennapi életük. És ez számunkra is, mint családnak ez egy nagy lehetőség, hogy tudjuk, hogy ha egyszer megöregszünk, és már nem bírjuk őket ellátni otthon, akkor most már van egy olyan hely, ahol eddig is úgymond bejárósként élték a mindennapjainkat, most pedig be fognak költözni, mint bentlakósak ebbe az új épületbe, és megvan oldva a számukra az, hogy tényleg egy szeretett közösségben fognak itt élni a mindennapjaikat, és hétvégente fognak hazajárni majd a mi lányaink. Most is átvettük ezt az új épületet, de még a finanszírozással nincsen rendben, nincsen működési engedélyünk, aminek alapján az emelt létszámra lekérhetjük a normatívát, tehát próbálunk úgy ellátni embereket, hogy adományokra és a gondviselésre támaszkodva, mert másképp nem megy. Sok segítőnk van, ez tény és való, de nem oldja meg a problémák nagy részét.
a törvényhozóknak nyilván sok esetben nagyon jó szándéka, nagyon jó hozzáállása van, csak mivel nem dolgoznak ezen a területen, vagy nem látják a napi szintű problémákat és igényeket, sokszor a törvényi háttér és az óvodai vagy korai fejlesztés gyakorlata elcsúszik egymás mellett. Imádkozzál, ilyet bűnösökért, most és a lábunk órájánál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrnak tevered, áldott vagy kávasszonyok őt, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent adja, imádkozzál, ilyet bűnösökért, most és a lábunk órájánál. Nem tudunk elég hálásak lenni, mi mint család, azért, hogy egy ilyen közösségbe tudhatjuk az ő mindennapjaikat, és amilyen munka és szeretet veszi körbe ezeket a gyermekeket, az tényleg csak azt tudja, aki itt legalább egy napot eltölt közöttük, és végignézi azt a sok szeretetet, amit ezek a kiszolgáltatott gyermekek kapnak. És a gondozókon keresztül, a tanárokon keresztül mindenki olyan szeretettel nyúl hozzájuk, hogy ezt ők érzik és viszonozzák, és tényleg egy nagyon nagy békesség és szeretet uralkodik ebben a közösségben. És nekünk ez nagyon fontos, hogy jó helyen tudjuk őket. Nehezen megoldható a személyzeti probléma, hiszen nem kapunk annyi normatívát, hogy egyre több személyzetet tudjunk fölvenni. A gyerekek állapota egyre rosszabb, akár mozgás, akár mentális szempontból, és pszichés szempontból is. Nagyon nehéz olyan intézményekben, ahol pszichiátriai ellátás is van, tovább helyezni fiatalokat, és ebben a környezetben viszont az ő ellátásuk rengeteg személyzetet igényel, mert a mozgássérülteknél probléma az ő emelésük, a teljes körű kiszolgálásuk, etetéstől az öltözködésig, és hát ehhez emberekre lenne szükség, amit a jelenlegi helyzetben nem tudunk megoldani. És a másik probléma a segédeszköz, mert hogyha egy családban van egy sérült gyerek vagy fiatal, akkor bizonyos segédeszközöket az OEP biztosít a számára, és éppen most a legutóbbi időben volt egy egyedi segédeszköz igényünk, amire visszaválaszolt az OEP, hogyha intézményben van, akkor fizesse az intézmény a költségeit, viszont hát ezeket fölvállalni borzasztó nehéz, mikor sokszor a mindennapi megélhetés, a bérek fizetése a probléma. És hogy igazából te hogyan szerveznéd a karácsonyt, ha neked külön otthonod lenne? Hogyha lenne annyi pénzem, akkor vennék karácsonyfát, de hogyha lenne, ha nincs, akkor azzal is megelégedek, hogy nincs karácsonyfa. Kocsik a falra festek karácsonyfát. És hát ugye akkor, hogyha lenne földíszíteni, meg elhívnám a rokonaimat, hogyha lenne. Köszönöm! Köszönöm szépen! Jaj, köszönöm szépen! Neked is nagyon boldog karácsony! Na, meséljél! Mit kaptál? Hűvöm vagyok! Mesélj! Hűvöm mikak! Mert... Fürdőbél! Afrika bőr! Jaj! És milyen lesz az a nemnyi bőre külön? Elbűjjött! Amikor én elkezdtem ezt a munkát, akkor azt láttam, hogy ezekkel a fiatalokkal, gyerekekkel nem törődik senki. Nincsenek fejlesztve, nincsenek oktatásban, és hát igazából a mozgásfejlesztésük is bizonyos szint után, a korai fejlesztés után leállt, mert vidéken erre nem volt lehetőség.
És ami csodálatos az, hogy tud önállóan járni egyik-másik fiatal, tudnak besegíteni az önmaguk ellátásában. Itt apró sikerekről, apró eredményekről van szó, de a gyerek is, meg azok, akik foglalkoznak vele, azok örülnek ezeknek az apró sikereknek, amit sokan talán egyáltalán nem vesznek észre, és nem is értékelik úgy, mint ahogy mi egy-egy küzdelmes nap után, hogy meg tudja fogni a kanalat, és tudjon nálóan kanalazni, hogy elindul az első lépésekkel, vagy éppen elkezd beszélni. Mert amikor ide kerülnek a gyerekek hozzánk, akkor az óvodában nem olyan foglalkozás van, mint más óvodában, mert pépeset esznek, pelenkások, nem tudnak beszélni, nem tudnak járni, tehát teljesen ilyen csecsemő szinten kezdjük a fejlesztést, és hogy eljutunk odáig, hogy ők megteszik az első lépéseket, meg esetleg netán egy-egy verset, éneket elmondanak, elindult a beszédfejlődésük, ez egy óriási siker. Hát olyan sikerekről, amik jó napjainkban történtek, de kicsi gyerekként kerültek ide fiatal, illetve gyerekek, és csecsemő otthonból vagy családtól, de most már van, aki elvégezte az egyetemet, a mesterképzőt, és magyar történelmi szakos tanárként tevékenykedik, illetve most a Mária Rádiónál dolgozik, vagy egy fiunk, aki látásmozgás sérült, és most fejezte be a jogot, és már ott van a neve előtt a DR. Tehát ezek hihetetlen nagy eredmények. Amikor ez a fiú, aki a jogot végezte, ide került, úgy jött ide, hogy hát azért jöttem ide, mert engem nem fogadtak máshol sehol. Hát mondtam, nagyon jó helyre jöttél, mert itt szeretettel várunk, éppen az állapotod miatt van egy ilyen intézmény, ahol az oktatásodat, fejlesztésedet próbáljuk biztosítani. Tehát vannak ilyen nagyobb sikerek is, de apróbbak is, aminek örül az ember nap, mint nap, és lendületet ad a további életéhez. Ezek a gyermekek, mivel testileg sérültek, de a lelkük nagyon sok esetben, és szellemileg, és épp annyira, hogy feltudja, ahogy kamaszodnak, az élet értelmét értsék. És az, hogy itt megkapják ezekre a kérdésekre a választ, hogy téged az Úr Jézus így szeret. Ilyen kis bénán, ilyen kis nyomorékul, vagy más vagy, vagy vakon, vagy szellemileg fogyatékosan, de így szeretlek, ahogy vagy. Mert az Úr Jézus téged így szeret, ahogy vagy. És ezt a mindennapokban, ebbe az egyházi intézményben minden nap megkapják, és naponta többször. És ezért ezek a gyermekek tudnak mosolyogni. Hogyha látták őket, akkor biztos kiderült az, hogy mosolyognak. Egy szeretett közösségben, amikor benne vannak, akkor arra van szükségük, hogy őket így fogadják el, ahogy vannak. És ez, ami szerintem egy nagyon nagy különbség. Egy állami gondozott intézmény között, és egy e között az otthon között is, mert Anna nővér például minden gyermeknek az anyukájét, akit annak idején ott hagytak a kórházba egyedül, ő itt minden gyermeknek az anyukája. Mert nem minden gyermeknek adatott meg, hogy olyan családban nőjön fel, mondjuk, mint a mi gyermekeink is. És nem, ezáltal nem tudom, a különbség hatalmas, óriási szakadék, mert ugyanúgy szükségük van ezeknek a gyermekeknek a lelki világok épülésére is, mint ahogy a testükre oda kell, hogy figyeljünk, és nem csak egy elfekvő intézetbe kell őket berakni, mert nem úgymond selejtek, hanem értékes emberek, mert Isten valamiért megengedte, hogy ezek a gyermekek így szülessenek meg, de élnek. És ezért kell, hogy tényleg minden nap szeressék őket, és gondoskodjanak róluk, és az, hogy az ellátásukról éveken át megéljük azt, hogy
ahogy azért az épületért is imádkoztunk, az, hogy a mindennapjaikért imádkozunk azért, hogy Isten adja meg a mindennapi kenyerüket, mert tényleg nagyon sokszor ezzel küzdenek, hogy holnapról holnapra élnek. És nagyon sok, szinte csak az adományok, jóformán az adományok tartják őket fent, mert nagyon sok jó indulatú ember van, csak nem mindenkihez jut el az információ, hogy szükség van a segítségre. Ha ha ha!